Tankó István Mártonnal beszélgetek a Jászberény Deac mérkőzés előtt. Pisti, hogyan látod az esélyeinket? Mindenképpen nyerni szeretnénk Jászberénybe. Én úgy érzem, hogy a srácok mindent megtettek az elmúlt hetekben azért, hogy ezt a mérkőzést meg tudjuk nyerni, és kellő magabiztossággal fogunk pályára lépni Jászberénybe. Ugye ősszel egy 11 pontos debreceni siker született, ugye akkor mind a két csapat még más volt, például Keron Desilc még a jászságiakat erősítette. Hogy látod, hogy mi lehet most a győzelem kulcsa? A győzelem kulcsát azt az edzői gárda fogja összeállítani. Azt látom, hogy a két csapat szerkezete abszolút megváltozott a szezon eleje óta, ugye mi találkoztunk a Jászberény, a Jász szombat hallgatunk Zalaegerszegen, és itt a hazai rendezési tornán is részt vettek. Azóta nekik öt légiósuk van, nekünk sikerült megszerezni Desilcet, viszont lehetséges, hogy a gyűrű alatt hiányozni fog Dallas Lagdér barátunk, aki még sajnos Amerikában lábadozik. De ettől függetlenül visszatért hozzánk Bognár Kristóf, illetve Farkas Atti is bevethető idén a Jászberény ellen, úgyhogy a munkát azt elvégeztük, a stratégiai jellegű feladatokat a fiúk begyakorolták, úgyhogy kellően bizalommal és felkészültséggel lépünk a pályán. Ugye te gyakorlatilag minden nap találkozol a srácokkal többször is. Az elmúlt öt mérkőzést elvesztette a Deac, de hogy látod belülről, hogy milyen a hangulat az öltözőben? A hangulat remek. Túlzás lenne azt mondani, nyilván a fiúkon érezhető a nem a győzelmi kényszer, hanem a győzelem ízének újra megízlelése. Ezért fogunk most küzdeni Jászberénybe, hogy visszatérjünk erre a helyes útra. Éreztünk feszültséget, nem a játékosok között, hanem alapvetően a hangulatban, hogy mindenki a legjobbat szeretné edzésen is oda tenni, és a pályán kívül is készítik fel magukat a játékosok. Te ugye, mint technikai vezető, méghozzá a 2017-es év technikai vezetője, te mivel tudod, milyen apró segítségekkel tudsz hozzájárulni a sikerekhez? Én mindig csak ilyen kis apró dolgokkal próbálom. Például én minden mérkőzésre kiszoktam rakni a mezeket, mint hogyha egy igazi... Ja, érezzék a fiúk, hogy meccsnap van. Szolnokon kinevettek miatt, ők azt mondták, hogy egy kosárba oda dobják a fiataloknak, és ők kiosztatják a felnőtteknek. Én szeretem azt érezni a fiúknak, hogy mérkőzés nap van, és mindent... Gyakorlatilag nekem az a feladatom, hogy ők csak a mérkőzésre koncentráljanak és a kosárlabdára. Ez ugyanúgy igaz a mindennapokra, egy ebéd, egy kezelés, egy bármilyen hivatalos ügynek az elintézése. Én próbálom azt úgy megoldani, hogy a játékosnak esetleg csak otthon pihenni kelljen, és egy aláírással kiváltani ezeket a dolgokat. Ugye aktív kosaras korodban nagyon vajkezű hárompontos dobó hírében álltál, hogyha Berényi Sándor megkérne esetleg, hogy holnap lépjél pályára a Jászberénybe, szerinted milyen sikerrel tennéd ezt? Hát ha Berényi úr hadba szólítana, akkor természetesen megpróbálnám. Valószínűleg eltállnám a gyűrűbe, nem hiszem, hogy beállik. Én úgy érzem, hogy a csapat nincs akkora bajban, hogy rám legyen szükség. Köszönöm szépen!